Málna szörparti, a három kismalac és gyerekek a színpadon. Gyereknapra készül a Vidám színpad, és erről is beszélgetünk itt az Esti kérdésben. Üdvözlöm Önöket, de előbb a Nemzeti Énekkar következő évadáról lesz szó, vendégeim pedig a Nemzeti Énekkar karigazgatója Somos Csaba és igazgató helyettese Kocsis Halpor Zoltán. Az az érdekes ebben az új évadban, hogy szerintem minden eddiginél nagyobb fókuszba kerül tulajdonképpen az énekkar, és ha úgy tetszik, egy arculatváltáson is átesnek, aminek azért már az előző évadban is érezhettük a hatásait, nevezetesen, hogy az a cappella zenére tevődött egy picit a hangsúly. Miért gondolkodtak ebben? Nem csak az a cappella ebből a fontos, hanem az, hogy az énekkar egy önálló esemény sorozattal, koncert sorozattal rukkol elő, saját bérlettel. Ez a pászti bérlet lesz az alapító karnagyra emlékezve. Próbálunk egy olyan műsort összeállítani, melyben valóban a jazztől a kortárs zenéig és az operáig minden fajta műfajban megtalálhatja a közönség a számára kedvezőt és jót. Úgyhogy óriási várakozással nézünk a jövő év elé, ami egy régi álom, úgyhogy éppen itt volt az ideje, hogy ez most megvalósuljon. De azért még én feszeketném egy kicsit az a cappella műfaját, hiszen tulajdonképpen ugye csak énekhangról van szó, tehát ebben tudja a legjobban megmutatni magát a kórusztól. Ez az oka ennek a váltásnak? Nem pusztán, tehát ez egy személyes kötődés is. Azt hiszem, hogy a kedves kollégám nevében együtt is beszélhetünk erről az Olival, hogy az a cappella az a műfaj, ahol az énekar saját maga zenekari kíséret nélkül tud megnyilatkozni, és ez a fajta zene az, ahol egy kórussal igazán jó műhelymunkát végezve és repertoárt bővítve tud úgy az ember megmutatkozni a közönség elől, ahol igenis el tudjuk hitetni és meg tudjuk szeretetni ezt a fajta zenét a közönséggel, nem csak mindig Beethoven 9. szimfóniájával, nem csak mindig Orff Carmina buránájával, hanem azzal a repertoárral, amit most mi be fogunk mutatni például a jövő évben. Nagyon szívesen merítünk a nemzetközi kínálatból, tehát külföldi kortársaktól is, magyar kortársaktól is, de természetesen a klasszikusoktól is. Ilyen monumentális darabokat említett nyilván Orff Carmina buránájára, hogyha gondolunk. Ezek bizonyos értelemben, ezek az a cappella darabok, jó értelemben véve is egyszerűbbek, tehát hogy nem technikailag egyszerűbbek, hanem hangzásvilágukban ugye csak az énekkar mutatkozik meg bennük. Milyen műhelymunka folyt ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban? Nagyon sok energiát fektetünk Csabával mindketten, azt hiszem mondhatom abba, hogy amikor egy énekkar önállóan szólal meg, akkor is próbáljunk meg a lehető legtökéletesebb hangzásra törekedni. Én azt gondolom, hogy az a cappella és az oratorikus között az átjárhatóság csak ebből az irányból igazán jó és igazán színvonalas. Tehát egy olyan énekkar, amelyik nagyon jól énekel a cappellát, kristálytisztán, jó arányokkal, ez az én véleményem, az az oratorikus műfajban is rendkívül jól tud teljesíteni. Azok az énekkarok, amelyek csak és kizárólag oratorikus kompozíciókat énekelnek, bizony nagyon sok esetben nehézségekkel találják magukat szembe, amikor a cappella műsort kell aztán előadniuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben is nagyon közösen gondolkodunk Csabával, és a mindennapi munkát ez átitatja. Na de azért monumentális művekben sem lesz hiány, hogyha mondjuk Haydn-Nelson misére gondolok, akkor mindjárt egy példa erre. Szóval azért ilyen műveket is választanak. Hogyne, hát szándékos, az a sokszínűség, ami a Nemzeti Énekarra eddig is jellemző volt, azt nagyon szeretnénk folytatni, hogy valóban Petrovics Lüzisztrátéjétől kezdve a Haydn-Nelson miséig, vagy a nagyobb szabású alkotások éppen ugyanúgy itt lesznek a repertoárunkon, mint eddig is voltak. Csak mellé bevonul például az a bécsi zene elnevezési hangverseny, ahol Schubert-től fogva egészen Schönbergig énekelni fogunk hangszerkíséret nélküli zenéket is. Ráadásul a Schönberg kórus vezetője fog, aki egy világhírű karvezető fog vezényelni ezen alkalommal. És hát egyébként is sztárok is fellépnek majd önökkel. Kik lesznek ők? Azért érdemes ezt kiemelni, ezen szándékunkat, mert eddig majdnem mindig csak vendégkarmesterek érkeztek a Nemzeti Énekkar élére, illetve vendégségébe.
És ezt rendkívül fontosnak tartjuk, hogy olyan szakemberek is irányítsák ezentúl az együttest, akik nem pusztán a hangszerkíséretes zene szemüvegén keresztül irányítanak minket, hanem vokális szakemberek. Ilyen például Ervin Ortner, de hát majd a jövőben másokat is megcélzünk ezzel, neveket nem szeretnék előre mondani, de ez a fajta törekvés, ez javító szándék, és egy olyan fajta szándék is, hogy sokszínűbb legyen maga a kínálat és a repertoár. Javító szándék az azt jelenti, hogy önkritikusak, folyamatosan önkritikusak? Én azt gondolom, hogy minden művész ember önkritikus, annélkül nem is lehet művészettel foglalkozni, úgyhogy gondolom, hogy ez a fajta javító szándék, ez bennünk van, minden egyes koncertet szeretnénk jobban, tehát a repertoár darabok, a már említett 9. szimfóniához is, most mint énekes, hadd mondjam, próbálunk úgy hozzáállni, hogy minden előadáson egyre jobb és jobb arcunkat tudjuk mutatni. Ez tartja az embert frissen, és azt gondolom, hogy az előadásoknak ez adja meg a savaborsát. Ha már itt tartunk, és ugye a Pásztyi Bérletről volt szó, mi az, amit ugye az alapítótól, Pásztyi Miklóstól örökölt ez a kórus, és a mai napig tovább visz? Én azt hiszem, hogy egy olyan... 1986-ban alapította az együttest, azért ez még egy kis plusz. Hivatásos együttes az országban, ahol a lelkiség, az a fajta emberi kötődéseknek a láncolata, mely a nem hivatásos együttesekre jellemző inkább, tekintettel arra, hogy az együttes az állami népi együttesből jött létre, egy más típusú együttesből. Ez a fajta szellemiség, ez még most is valamilyen mértékben tapintható, érzékelhető az együttesen belül. És ez azért fontos kiemelni, mert lelkiség nélkül is, és az éneklésnek a szeretete, és az egymáshoz való közeledés, hogyha ez nincsen benne a legkomolyabb művészben, legyen az bármilyen professzionális, akkor én azt hiszem, a végeredmény az nem olyan gyümölcsöző, mint ebben az esetben, amit mi nagyon szeretünk kihasználni. Hogy a figyelem, a karmesterre való odafigyelés, és az egymásnak a tisztelete és szeretete, az valahogy itt ebben az együttesben erősebb, mint más profi együttesekben. Ezt föltétlenül örököljük Pásztyi Miklóstól, amit szeretnénk is megtartani. És az énekesekben is gondolom ez az elmúlt pár évtizedben, ez az összeérés, mert tulajdonképpen a hangok összeérnek, jól gondolom, hogy ez a sok-sok hang valahogy egyé érik az évtizedek folyamán. Mindenképpen, és hát ugye én 2 éve kerültem, majdnem 2 éve az együtteshez, és én is rögtön éreztem ezt a fajta közösségi szellemet, ahogy az idősebb kollégák bennünket, fiatalabbakat fogadnak, és próbálják beépíteni ebbe a több évtizedes tradícióba, és valóban ez lehet a varázsa, és ez lehet az alapja annak, hogy ez az énekar, én azt gondolom, hogy a cappella műveket is egyre jobban énekel, hiszen az a cappella műveknél jön igazán elő az a fajta összetartozás és hangok összeérése, és nagyon jó énekelni ebben az énekkarban, ebben a közösségben, mert folyamatosan érezheti az ember azt, hogy valaki mindig figyel rá, ha problémája van, próbál neki segíteni. Úgyhogy amit Csaba említett az előbb, ez a fajta lelkiség, ez kézzelfogható belülről is. Szóval az énekkari tagok tulajdonképpen mentorai is egymásnak, mentorai és tanítványai is az idősebbek a fiataloknak. Ez így van. Uh-huh. Egy picit, ha visszatérünk ahhoz, hogy milyen rendszerben működik ez az énekkar, ez mindaz, amiről az imént beszéltünk, azért is érdekes, mert vannak együttesek a világon, akik bizonyos időszakra szerződtetnek énekeseket, és utána meggondolják nyilván, hogy tovább foglalkoztatják őket. Mennyire gondolkodnak egy ilyen típusú rendszerben, vagy egyáltalán érdemes-e a Nemzeti Énekkar esetében ilyen rendszeren gondolkodni? A mi missziónk, a mi feladatrendszerünk egy olyan erős úton halad, és haladt eddig is, melyen változtatni azt gondolom bolondság lenne, hiszen a Kárpát-medence, zeneszeretőit kell ellátnunk vokális zenével. Mondhatjuk, hogy ez az együttes a leginkább hívott vendég szerte az országban, minden szimfonikus zenekar mögött ott vagyunk, felsorolván Szombathelyet, Miskolc, Pécs, szóval minden szimfonikus zenekar mögött ott vagyunk, hogyha énekarra, főleg nagy létszámú kórusra van szükség, hiszen mi vagyunk az egyetlen egy nagy létszámú, igazi nagy létszámú vegyeskar az országban.
És ehhez kell egy olyan folyamatosság, egy olyan állandóság, hogy ezt a fajta missziónkat megőrizhessük, és a létszámunkat, és a repertoárt, amit eddig is betöltöttünk, ami miatt nálunk csak a folyamatos foglalkoztatás és munka az, ami számításba jöhet. Természetesen szükség van arra, hogy az együttes újra és újra frissüljön, de gondoljanak bele, hogy 82 művészről beszélünk, a legfiatalabb 24 éves, a legidősebb ugye 65-öt fogja elérni. Ez egy olyan színes paletta és egy olyan egyvelege az énekhang különböző fázisának, ami egy, én úgy gondolom, egy egészséges, ütőképes hangzást tud létrehozni, és ez a fajta fluktuáció, ez nálunk nagyon szerencsésen alakul, különösen a következő években majd, hogy jönnek a fiatalok hozzánk, nagyon sok fiatal fog jönni, és már csak az alatt a 2,5 év alatt, amióta én lehetek a karigazgatója ennek a nagyszerű együttesnek, és egy mondhatom, hogy majd 10%-os fluktuáció volt, ami, vagy sőt, több mint 10%-os fluktuáció, ami ilyen szám esetében az nagyon nagy. Honnan érkeznek ők túl mondjuk a Liszt Akadémián? Hát az ország számos zenei intézményéből mindenki érkezik, aki zenei felsőoktatásban énekléssel foglalkozott, hát ugye gondolhatunk itt karvezetősökre is, akik szintén tanulnak hangképzést, de hát nyilván elsősorban énekesek azok, akiknek ez egy igazán jó perspektíva lehet. Amiben nyilván egy énekkarban énekelni, mert ez egy állandó kérdés, ugye énekesek és kórusénekesek között, hogy jó-e a kóruséneklés vagy nem, azért is kiváló hely ilyen értelemben a Nemzeti Énekkar tagjának lenni, mert az ember azt a fajta énekhangját használhatja, amit mondjuk esetleg egy szólóéneklésnél is használhat, és mégis ezzel a fajta hanggal tudunk olyan kórushangzást létrehozni, ami azt gondolom, hogy egyedülálló eredményeket tud fölmutatni. Úgyhogy Csaba, talán ki tudok egészíteni, de Debrecentől kezdve az ország, Pécsen keresztül az ország minden tájáról szoktak jelentkezések jönni. Hogyha... Azt azért, tehát valóban szerencsések vagyunk, bár el kell mondani, hogy ilyenfajta képzés, ami hivatásos énekkari művészképzés Magyarországon nincs. Erre ezért nagy igény lenne. Nagyon nagy igény lenne egyrészről, és azon is leszek, hogy ebben maximális partnere legyek, akár a Zeneakadémiának, vagy akár azoknak a fórumoknak, ahol erről egyáltalán szó lehet. És még visszakanyarodva a témára, hogy én akkor lennék igazán boldog, hogyha nem csak a magyar kínálatból válogathatnánk egyébként énekeseket, hanem ahogy a nemzetközi példa mutatja, például egy párizsi filharmónia énekkara 5 földrész énekeseiből válogathat, ez azért nem lenne baj, ha mi esetünkben is ez tudna majd bővülni, ezért majd fogunk több erőfeszítést tenni az elkövetkezendő években. Szerintem izgalom szempontjából és repertoár szempontjából ez biztos, hogy nem önökön múlik, mert egyébként folyamatosan kimozdítják az énekeseket a rutinból, hogyha most például épp Schönbergre gondolok, aki ugye nyilván a tonális zenéből ment el az atonális felé, és ugye szokták mondani, hogy ugye nagyjából a kortárs zene aztán az ő zenéjéből bomlott ki, tehát a kortárs zene is jelentős szerepet játszik a kórus életében, de a jazz is mostantól, mert hogy a Modern Art Orchestrával fognak majd együtt muzsikálni, énekelni. Meg kell mondani, hogy ez nem új keletű dolog, hiszen az énekarnak mondhatni repertoár darabja, Duke Ellington Sacred Concert című darabja, kedves elődünk dirigálásában többször elhangzott ez a nagyszerű kompozíció. Most színesíteni fogjuk más egyéb darabjával is ezt a hangversenyt, amit Budapesten is és Miskolcon is előadunk. De visszakanyarodva a kortárs zenére, a pásztibéleten túl szeptember 17-én nagyon érdekes alkalom lesz, ahol az együttesünk fellép a Vigadó pódiumán, hiszen a Magyar Művészeti Akadémia felkérésére olyan 8-9 magyar zeneszerző repertoárjából fogunk megszólalni ezen az estén, ahol számos őszbemutató lesz. Tóth Pétertől, Vajda Jánostól, Mohai Miklóstól, úgyhogy nagy szeretettel várjuk erre a közönséget. Ez még a bérleten kívüli első ilyen alkalom lesz,
melyre a felkészülés már egyébként nyáron elkezdjük, mert ez egy igen komoly feladat lesz. Sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk a Nemzeti Énekkar következő évadáról.